Köszöntöm kedves nézőinket, Eperjesi Tímea vagyok. Önök a Tolnatáj Televízió Dombovári magazinját látják. A következő témákkal készültünk. Nehézségek ellenére is szép eredményeket produkált Dombovár. Ciklus értékelő Pintér Szilárd polgármesterrel. Beruházás. Közösségi házat adtak át Dombováron. Fejlesztés. Átadták az Ivanics központot Kaposszekcsőn. Hatalmas adósságállománnyal vette át a várost. Ennek ellenére 3 milliárd forinttal növelte Dombovár vagyonát. A következő percekben ciklus értékelő beszélgetést láthatnak Pintér Szilárd polgármesterrel. Köszöntöm nézőinket! Önök Dombovári magazinunkat látják, vendégünk ezúttal Pintér Szilárd, Dombovár polgármestere. Üdvözlöm, polgármester úr! Jó napot kívánok! Talán kezdjük az elején. Milyen állapotba vette át a város 4,5 évvel ezelőtt, milyen kondíciókkal? Azt gondolom, hogy egyik oldalról nagyon rossz emlékeim vannak 19-ről, de 24-re az idő megszépítette ezeket az emlékeket. Mindezt mondhatom úgy, hogy azok az események, amelyek akkor itt rám vártak, nagyon váratlanul értek. Direkt nem azt látom a felkészületlen szót, hiszen egyébként ha nem éreztem magam felkészültnek, nem is indulok Dombváron polgármesternek. 300 millió forint rövid lejáratú hitelek, 300 millió forint szállítói tartozás, és mindez mellé csatlakozott még egy 500 millió forintos hosszájáró hitelcsomag. Ami számomra nagyon fontos volt, hogy visszanyerjük helyi vállalkozóknak a bizalmát, és a szállítókkal kapcsolatosan kezdtem meg azonnal az egyeztetéseket, és 2020 tavaszára minden szállítói tartozás sikerült kifizetnünk. Nyilván pénzintézet tekintetében a folyószámla hitelkeretet ennél picit rugalmasabban lehetett kezelni, hiszen a városnak a költségvetési főösszege egyébként lehetővé tette egy ilyen mértékű hitelnek a felvételét, de nyilván a folyószámla hitelt azt nem beruházásokra kell fordítani, viszont ez kampány idején jellemző volt az elődömre, hogy a rövid lejáratú hitelből is olyan beruházásokat végzett el, amelyre előtte 17 éven keresztül valószínűleg nem volt ideje. Mi ezeket az akadályokat leküzdöttük, nyilván ehhez kellettek olyan lojális és elhivatott és szakértelemben bíró kollégák, akik beálltak ebbe a sorba. És 2020 év végére azt gondolom, hogy likviditási problémáinkat sikerült leküzdeni. 2021-től már folyószámla hitel igénybevételében sem nagyon éltünk, 2023-ban talán egy-két napra vettük igénybe ezt a finanszírozási lehetőséget. Mindezek mellett azt gondolom, hogy a hosszú lejáratú hitelek adósság szolgálatának mindig időben eleget tudtunk tenni, de nyilván ez a város lakóinak szempontjából és az állampolgároknak ezek a tények nem is annyira fontosak, hiszen azt gondolom, ők mindig azt kérik számon a városvezetéstől, hogy miben fejlődik a város, mi az, amit tetten érhető és kézzelfogható. Na az első két évünk ez nem erről szólt alapvetően, hiszen pénzügyileg kellett rendet raknunk a házunk táján. És ezekre a pozitív folyamatokra milyen hatást gyakorolt a negatív gazdasági helyzet, gondolok itt a Covid-ra, a háborúra, az energiaválságra? Alapvetően a pandémia idején egy picit takarékoskodtunk. Az volt az az időszak, amikor egyébként minden bezárt, és volt mindent időnk újra gondolni, és akkor tudtuk végig gondolni azt, hogy hogyan tovább. Nyilván azon szerencsés emberek közé tartozom, jó magam is, és hála Isten családom és Dombovár lakosságának nagy része, akit a pandémia csak kismértékben érintett meg, sőt, örülünk, hogy élünk, szoktam mondani az embereknek, hiszen ma akkor tudunk beszélgetni, és azok hallják ezt a beszélgetést, akik túlélték ezt a nehéz időszakot. Nyilván ezt követően sokkal jobb kívás elé állított minket az orosz-ukrán háború, hiszen akkor ott tízszeresére ugrottak a költségeink. Itt gondolok a villanyra, a gázra és minden egyéb olyan energiára, aminek ugye egyik legnagyobb felhasználja a Dombovárnak az önkormányzat és annak az intézményrendszere. Racionális döntéseket hoztunk és elkezdtünk költséghatékonyan dolgozni, szűkítettük a kiadásainkat, és nyilván ezek partnerek nélkül nem tudtuk volna megtenni, hiszen a hivatal dolgozói, az intézményeink dolgozói, civil szervezetek, sportszervezetek, mindenki belátta, hogy most olyan időszakba vágtunk bele, ami még nem volt a mi életünkben, és erre olyan választ kell tudnunk adni, amire mi még magunk sem készültünk, de meg kellett húzni a nadrágszíjat, hogy nagyon egyszerűen fogalmazok, és ezt a nadrágszíjúzást közösen követtük el, és ez vezetett eredményre és sikerre.
Ma, amikor már beszélgetünk, nyilván ezek az energiárak is kezdenek visszamenni, és nagyjából azon a szinten vannak, vagy esetleg picivel vannak magasabban, mint az orosz-ukrán háborút megelező időszakban. Természetesen ez az 5 év, azt gondolom, hogy minden ember életében nagyon nagy kihívás volt. Az életben bármilyen pozíciót töltött be, és erre mindig azt szoktam mondani, hogy mind ugye a család gazdálkodásába, ugye az önkormányzat gazdálkodásába is megjelentek ezek az anomáliák, és én gratulálni tudok csak azoknak a dombvári vállalkozóknak, akik ebben nehéz időszakban is talpan tudtak maradni, és nem bocsátottak el embereket, hiszen ez nagyon fontos volt, és az országban több helyen lehetett hallani, hogy szűnnek meg vállalkozások, csökkentik az alkalmazotti létszámot. Én nagyon örülök és büszke vagyok a dombvári vállalkozókra, hogy talpon maradtak ebben nehéz időszakban is, és csak gratulálni tudok nekik. Hát a nehéz időszak ellenére rendkívül sok fejlesztés, beruházás zajlott Dombováron. Épült pumpapark, játszótér átadás, számtalan egy beruházás. Szerintem, mivel hogy nem tudjuk végig sorolni, mert annyi volt, próbáljuk meg a jelentősebbeket kiemelni. Én ezt két csokorba szedném, hiszen ebben voltak olyanok, amelyeket pályázatok segítségével tudtunk megvalósítani, illetve voltak olyanok, amelyeket saját erőből tudtunk. Amikor polgármester lettem, és láttam, hogy áldatlan állapotok vannak köznevelési intézményeinkben, 3 óvodánkban és a bölcsödében, akkor én eltökélt voltam abban, hogy ez lesz az első, ahol rendet kell raknunk. Óvodáinkat azt sikerült nagyjából saját forrásból rendbe raknunk. Időközben volt egy szerencsés lehetőség, és a bölcsöde felújítására és a létszám bővítésére tudtunk pályázatot benyújtani, úgyhogy még egy csoportszobába tudtuk bővíteni bölcsődei ellátásunk a lehetőségét. Hiszen ez Dombovár tekintetében nagyon fontos, hogy megszűnt a sorbaállás, az anyukák vissza tudnak menni a munkavilágába, és nyilván ennek mentén ugye bátrabban gondolkoznak a fiatalok a gyerekvállalás tekintetében, hiszen 1 éves koruk óta után már az önkormányzatnak nyitván előttük a bölcsőde. Természetesen ki szeretném emelni, hogy menet közben elkészült az ipari park, ami szintén nagyon fontos, hiszen a közeljövőben remélem, hogy újabb vállalkozások fognak megjelenni, és nyilván zöldezős beruházások mentén meg fognak épülni azok a csarnokok, ahol tucatjába teremtenek munkáját a dombováriak számára. Természetesen elkészült az Arany János téri orvosi rendelő, ami az STK-t követően a legnagyobb járóbeteg ellátó intézmény a Dombováron, és azt gondolom, mindenhol, ahol azt érzékeltük, hogy nagyon-nagyon nagy elmaradások vannak, és infrastruktúra tekintetében nem a 21. századnak megfelelően fogadjuk és látjuk el a dombováriakat, és az 1 évestől a 100 évesig, ez mindenkire igaz, ott megpróbáltunk beavatkozni. Természetesen a nagy lehetőségek, azok azt gondolom, hogy még előttünk állnak, hiszen a következő fejlesztési időszakban Tolna megye tekintetében Dombovár az első, aki vezeti a listát, aki a legmagasabb összegű top támogatásban fog részesülni. És nyilván a fenntartató város kategóriában, amiben ugye Tolna megyéből 4 város tartozik bele, mindenkinek megvan már és külön van kezelve a forrása. És bízom benne, hogy június 9-én egy olyan pozitív változás fog bekövetkezni Európai Unió Brüsszel tekintetében, amikor a magyaroknak járó források végre megérkeznek Magyarországra, Tolna vármegyébe és Dombovára is. Ezen kívül, amit még elsorolt, már jelentős útfelújítások is voltak. Az utak tekintetében azt gondolom, hogy kiemelkedően elmaradott a Dombovár, és ez nyilván igaz az önkormányzat és az állami fenntartású utakra is. Minden lehetőséget megragadtunk, hogy saját forrásból, illetve BM forrásból újítsunk fel utakat, de az első pályázat, ami Dombováról beérkezett a topos forrásra, az egy útfelújítás volt, 11 kilométer útfelújítását terveztük el. Erre természetesen napokon belül, vagy bármikor a napokban megjelent egy támogatói döntés. Ez az útfelújításnak az első etapja csak, hiszen a rendelkezésre álló forrásaink alapján az elkövetkezendő 2 évben 20-25 km útfelújítására lesz lehetőségünk, ami azt gondolom, hogy már nagyon ráfér Dombovára. Ezen túlmenően külön alapból kezelik, és nyilván ez az állami közúthoz tartozik már, azok az útszakaszok, amelyek nem Dombovár tulajdonában lévő, és lehet, nem a kezelésben vannak. Itt gondolok a 4-sávos útra, ami átszeli Dombovárt. Remélem, hogy ez is a közeljövőben ennek a felújítása is meg fog kezdődni, és el fog készülni. A nehéz gazdasági helyzet ellenére és a rossz kezdés miatt is 3 milliárd forint vagyongyarapodást könyvelhet el Dombovár. Hogy csinálták ezt, és mit jelent ez a dombováriaknak?
Nyilván nagyon büszke vagyok rá, hogy minden nehéz körülmény ellenére és az ellenzék híreszterése ellenére Dombóvárra vagyon a nőtt az elmúlt időszakban. Tekintettel, hogy azok a beruházások, azok a fejlesztések, amelyeket elkövettünk az elmúlt 4,5 évben, ezek ugye mind aktiválva lettek, és ezeket a számokat én nem hasraütve mondom, hiszen azért a számvitel az egy kőkemény szakma és egy viszonylag exakt tudomány, és az elmúlt 30 évben volt szerencsém annak apróbb berkeit is megjárni, és érteni tudom már a kettős könyvvitelt, és nyilván a költségvetési könyvelést is értem. Ebből adódóan állíthatom azt, hogy ez a 3 milliárd, ez egy valós szám, és remélem, hogy ennek a többszöröse fog az elkövetkező időszakban vagyongyarapodás tekintetében megjelenni Dombóvár mérleg főösszegében. Most azért még minden nem valósult meg, mert itt nagyon grandiózus tervek vannak, sportkomplexum létrehozása, akkor a mentőállomás felújítása, az STK felújítása. Ezek a folyamatok most hol tartanak, illetve mekkora volumenű beruházások ezek? Nyilván 2019-ben azt gondoltuk, hogy ránk fog sütni a nap, és egy olyan időszak következik. Az előbb említett tények mentén mindenki számára már értett, hogy nem feltétlenül biztos, hogy így volt. 2020-ban egy parlamenti döntés alapján 235 millió forintot kapott Dombóvár város önkormányzata a Sport és Szabadidő Centrum terveinek az elkészítésére, illetve ehhez kapcsolódó tulajdonjogoknak a rendezésére. 2023 év közepére mi ezt a munkát elvégeztük, és átadtuk az Építésügyi Minisztériumnak ezeket a tervdokumentációkat. Gyakorlatilag a tervezett, megálmodott intézmény kiviteli tervekkel rendelkezik. Miután ez egy állami beruházás lesz, ebből adódóan az első adandó alkalommal, amikor a költségvetés bele rendelkezésre áll a forrás, ami egyébként nem csekély össze, hiszen közel 9 milliárd forintról beszélünk, de azt hiszem, hogy az a komplexum, amelyet már jóvá hagyott a Magyarország kormánya is, már régeség megérdemelték volna a dombováriak. Ez egy multifunkcionális komplexum lenne, amelyben egy kosárlabda csarnok, egy úszoda, egy lőtér és egy tekepálya kerülne megépítésre. Nem véletlenül esett a választás ezekre a sportágakra, hiszen tradicionálisan Dombóvár a háromban mindenféleképpen nagyon nagy múlttal bír. A lőpályára pedig azt gondolom, hogy az oktatás miatt lenne szükségünk, hiszen a szakközépiskolában a rendészképzés folyik, és a fiataloknak van egy kötelező lőgyakorlatuk is. Természetesen ez nem csak az ő rendelkezésükre állna, nyilván ezt a BM rendelkezésére is bocsátanánk, nyilván a vadásztársaságok is jöhetnének ide lőgyakorlatra. Én azt gondolom, hogy ez is megtelne élettel. Akkor beszéljünk arról, hogy nagyon szoros kapcsolatot tart a város vezetése az egyházaknak. Ennek meg is van a gyümölcse, több templom kívülbelül megújult, az egyházi oktatási intézmények is fejlődtek, jelentősen fejlődtek, illetve nemrégiben indult el egy 4 csoportos katolikus vadonatúj óvoda építése. Miért tartja fontosnak a Dombóvár városa a szoros együttműködést az egyházakkal? Azt gondolom, hogy az egyházak is megértették, hogy Dombóváron elkezdődött a változás. Nyilván számomra ők mint egyházi szereplők nem voltak újak, hiszen az elmúlt több mint 2 évtizedben polgármesterként én nagyon jó viszonyt ápoltam velük. Azok az értékrendek, amelyek az egyházi gondolkodás mentén megjelenhettek Dombóváron, számomra egész életemben nagyon fontosak voltak. Kölcsönösen egymás bizalmát élveztük, és 2020-tól úgy érzem, hogy kinyitottam az ajtót számukra, és ők jó szívvel vették a hívásomat. Azóta gyakorlatilag már minden felekezet, aki Dombóváron eddig is volt, megjelent az irodámban, és megjelent a képviselőtestület előtt is, hiszen közösen kezdtünk el gondolkodni, és egy közös fejlesztési időszaknak szerintem a közepén vagyunk. Ezt csak azért mondom, hiszen még rengeteg olyan feladat áll előttünk, és kihívás, amelyet csak közösen tudunk megoldani. Nagy öröm számomra, hogy felett újítva az evangélikus templom, a református templom, már épült egy új közösségi tér, katolikus templomunknak a teljes körű felújítása a napjainkban fejeződött, de június 4-én lesz a hivatalos átadó ünnepsége neki. Ezen túlmenően református óvodánk bővült, és mindegy elhangzott a kérdésben is a katolikus egyház úgy döntött, hogy építenek egy új 4 csoportos óvodát a Selkút mögötti területen. Nyilván számomra nagyon fontos, hogy az
Petőfi utcában lévő eddig katolikus egyház által üzemeltetett óvodára már két egyház bejelentkezett, akik szeretnék vinni, és az épület nem maradna üresen. Nyilván ez egy speciális történet ebből a szempontból, de azt gondolom, hogy nem álltunk még meg. Menet közben egyik legnagyobb iskolánk általános iskolánkban, a belvárosiból egy egyházi fenntartási iskolát, őt az evangélius egyház vett át, szintén középiskolánkat a helyemét a máltaiak üzemeltetik nap mint nap, és nyilván azt is látom, hogy ezekben az intézményekben már olyan fejlesztések valósultak meg, amelyekre az önkormányzat egyedül nem lett volna képes, és nyilván ami nagyon fontos, hogy ezek Dombvár város tulajdonát képező ingatlanok, és amelyet az egyházak beruházásként végrehajtanak, szintén Dombvár város vagyonát gyarapítják. Még szót kell ejtenünk a vállalkozásokról. Itt is nagyon szép eredményeket értek el a dombováriak. Hogyan segíti az önkormányzat a vállalkozásokat, és miért teszi ezt? Azt, hogy miért teszi, erre nagyon egyszerű a válaszom, hiszen ez egy önkormányzatnak feladata. Ebbe személy szerint küldetést is érzek magamban, hiszen dombvári vállalkozók sikeres működése nélkül nem lehet sikeres Dombvár város önkormányzata sem. Ha ezt nagyon egyszerűen fordítom le, ugye ez azt jelenti, hogy ők minél több árbevételre tudnak szert tenni, a város annál több iparosító bevételre tud szert tenni. Azt gondolom, hogy a szándék az egy irányba mutat, járjon mindenki jól, legyenek boldogok a dombvári vállalkozók, legyenek elégedettek azok az emberek, akiknek a dombvári vállalkozók adnak munkát. Azt gondolom, hogy a közbeszerzés bugyraiban nem feltétlenül biztos, hogy mindig eljutunk odáig, hogy csak dombvári vállalkozóval tudunk dolgozni. De azoknál a beszerzéséknél, amelyek azon vonal alatt vannak, minden esetben ragaszkodom ahhoz, hogy dombovári szállítóink legyenek, dombovári kivitelezőink legyenek. 2019-ben elvesztette a bizalmát az önkormányzat a dombovári vállalkozók előtt. Mi visszaszereztük ezt a bizalmat, és ezt a bizalmat tovább fogom erősíteni, hiszen egymás nélkül nem jutunk A-ból B-be. És még egy utolsó fontos kérdés, egy víziót kérnék öntől, hogy mivel lenne elégedett mondjuk egy 5 éves távlatban? Ez egy jó hangzó kérdés, és ez általában minden ilyen riport végén elhangzik. Én azzal lennék elégedett, ha Dombváról lenne 18 ezer elégedett állampolgár, hiszen azt hiszem, hogy 18 ezer embert egyszerre egy időben látnék mosolyogni, az életemben nekem ez lenne a legnagyobb öröm, és én nagyon bízom benne, hogy lehet, hogy lesz egy-két ember 5 év múlva, akinek még mindig savanyú lesz a szőlő, de 17.999 embernek nem. Ez egy gyönyörű végszó volt, polgármester úr. Köszönöm szépen a beszélgetést, nézőinknek köszönjük szépen a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, a viszontlátásra. A TOP Plus-os pályázatnak köszönhetően egy felújított épületet adtak át Dombováron. A közösségi házat a helyi székelykör, valamint a Kertbarát Egyesület tagjai fogják birtokba venni. Rendezvények, taggyűlések, találkozók helyszínéül fog szolgálni az intézmény. Horváth Józsefné, a dombovári székelykör elnöke pozitívnak tartja a beruházást, mivel így lehetőségük nyílik olyan programok szervezésére, amelyet más módon és helyen nem tudna ennek megtartani. A közösségi ház az önkormányzatnak a tulajdona, és a Kertbarát Egyesülettel közösen fogjuk működtetni. Mi már régóta gondolkodtunk abban, hogy jó lenne egy olyan hely, ahol különböző kisebb rendezvényeket tudunk csinálni, és jött ez a remek alkalom, hogy akkor lehetünk itt az egyik használója, működtetője ennek a közösségi háznak. Nagyon örülünk neki, mert egy olyan gyönyörű épület, egy teljesen új épület, hatalmas kert, egy gyönyörű kilátás, és hát gyakorlatilag én ebben borzasztó nagy lehetőséget látok, hogy az egyesületünknek jó programokat tudunk majd rendezni. Főzzünk, beszélgetünk, különböző kis programokat csinálunk, tehát el tudunk ide úgy húzódni, mint egy nagy család. János atya fölszenteli, és akkor utána készítettünk igazi bukovinai galuskát, tegnap este ezt megfőztük, meg süteményen megvendégeljük a vendégeket, és a kertbarátok pedig borra hozzájárulnak ehhez a rendezvényhez. Ez az első közös rendezvényünk, én úgy gondolom, hogy megalapozza a jövőbeli közös együttműködésünket. Ez egy topos pályázat volt. Tulajdonképpen itt volt egy épület, aminek a felújítására nyerte az önkormányzat, aztán miután elkezdték felújítani, a ház összedőlt, és akkor egy teljesen új épületet építettek, amihez kellett új forrást biztosítani.
Páldi Ede, a Kertbarát Egyesület elnöke elmondta, az első taggyűlésüket már megtarthatták az új épületben. Minden hónap második keddjén taggyűlést tartunk, amit eddig a művelődési házba tartottunk. Ezen általában olyan 20 és 30 fő között szokott részt venni. A teljes taglétszámunk egyébként 55 fő, majd ezeket a taggyűléseket tervezünk itt tartani. Szoktak egyéb összejöveteleink is lenni, a borhoz kapcsolódó neves ünnepeket, megünnepel Vince nap, Orbán nap, Márton nap, János nap, hál' Isten van belőlük egy jó pár, és ezen kívül is itt a lehetőség adva lesz ahhoz, hogy rendszeresebben együtt legyünk, időnként főzzünk, egy kellemesebbé tegyük az összejövetet. A borunk megvan hozzá, úgyhogy csak főzni kell valamit hozzá. Vannak terveink, ami biztos, augusztus 20-án mindig közös lecsófőzést tartunk, amit általában olyan 7-8 csapat szokott az egyesületünkből csinálni, természetesen stílén is, de vannak egyéb elképzelések is. Pintér Szilárd polgármester kifejtette, az önkormányzat hosszas egyeztetés után döntött a közösségi ház felújításáról, valamint a civil szervezetek kiválasztásáról. Régóta vártuk már ezt a pillanatot, hiszen ez a közösségi háznak a magába az építkezése is rengeteg kálváriát vont maga után, de azt gondolom, hogy elkészült az Erzsébet utca 16-ben egy impozáns épület. Meg kellett volna történni tartalom, és nagyon sokan törtök a fejünket rajta, hogy kik lennének azok a partnerek, akik erre a legalkalmasabbak is. Hát mondhatnám, hogy a legmegbízhatóbbak, hiszen egy olyan vagyon bízunk rá most két civil szervezetre, amit mindenféleképpen csak jó gazdag gondosságával lehet végrehajtani. A Székelykörre is az Kertbarát Egyesületre esett a választás, hiszen ők hosszú évtizedek óta már a város civil életében ékeskednek, és megbízható emberek alkotják mindkét civil szervezetet. Nagyon remélem, hogy az összhang nagyon hamar megteremtődik közöttük, együtt tudnak dolgozni és együtt tudnak gondolkodni, és olyan kiváló programokat hoznak majd ide, amely mindenféleképpen alátámasztja a képviselőtestület döntését. Későbbiek során nyilván szeretnénk, hogy ez egy nyitott ház lenne, ezt azt gondolom, ezt merném, hogy csak az üzemeltetőkre bízom, de némi instrukció azokkal azért igyekszem majd ellátni őket ebben az ügyben is. Az épületet a város plébánosa Hegedűs János áldotta meg. Inkubátorházat adtak át kedd délelőtt Kaposszegcsőn. Az Ivanics Központ egy 4 milliárdos beruházásnak köszönhetően jöhetett létre, amely lehetőséget biztosít szerteágazó informatikai fejlesztésekhez. Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere kiemelte, Ivanics Antal személyisége, munkássága nagyban hozzájárult a két település fejlődéséhez, hiszen ő alapította meg a járás első gépgyárát és villanytelepét. Nyilván, ami ma átadásra került, ez a központ több lábon álló intézményről beszélünk, hiszen egy innovatív informatikai cég kezdte meg itt tevékenységét. Köszönhetően a Parag családnak tovább folytatva a hagyományokat létrehozták ezt a retro garást, ahol azt gondolom, hogy újból fiatalságomat élem, hiszen olyan motorok és olyan autótak kerültek elő, amire akkor gyerekként én vágytam. Ugyan később már volt, de ma már történelem. Nyilván Ivanics Antal szobra is ide került közterületi alkotásként, Varga Gábor műve került ma felavatásra. Mint ahogy beszéltemben is elmondtam, Ivanics Antalra mindig úgy emlékszünk, hogy egy villamosmérnök volt, de azt gondolom, hogy emberi nagysága azonos léptékű volt ezzel, hiszen közösség támogatói gondolatai túlszárnyaltak már korát, tekintettől az ipartestület és a takarékpénztárba is aktív részt vállalt, és minden kezdő vállalkozónak megfogta a kezét, jó tanáccsal láttál, a másik oldalról pedig forrással is, hogy el tudja kezdeni megindítani vállalkozását. Bodáci Csiba Zsuzsanna, Kaposszegcső polgármestere elmondta, a projekt célja közt szerepelt az új eszközök beszerzése és információs technológia fejlesztése. Örülünk, hogy létrejött ez a központ. Kaposszegcsőn volt már egy innovációs központ, ami most is üzemelget gyakorlatilag. Nekem nagy vágyam, hogy ezt a kettőt összekössük, ezért nagyon örülünk a Gyulái kezdeményezésének, hogy tényleg ezt létrehozták, csodálatosan megcsinálták. Emellett nagyon örülünk neki, hogy két informatikai cég költözik ide, akikkel a továbbiakban tudunk együtt is dolgozni, illetve a környékbeli vállalkozásokat segíteni fogják a tudásukkal és a szakértelmükkel. Az különösen öröm, hogy oktatásba is belekezdtek. Az, hogy itt tényleg egy képzőközpont lesz, az tényleg fellendítheti a térséget, mind Kaposszegcső, mind Dombovár viszonylatába, pláne úgy, hogy informatikai oktatás, ami azért a mai világban számottevőnek minősül, és tényleg mindenkinek szüksége van rá, úgyhogy bízunk benne, hogy egy együttműködésnek ez egy tökéletes alapja lesz továbbiakban.
Beréti Zsolt kihangsúlyozta, a Tolnavár megyei Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozásokat olyan forrásokhoz és képzési lehetőségekhez juttatja, amellyel versenyképesek maradhatnak a piacon. Ennek a központnak elsősorban az a dolga, hogy olyan tudásfejlesztés, olyan tudásközpontot hozzon létre, amivel számos vállalkozás akár online módon, akár személyesen ezekben a fejlesztésekben részt tud venni. Az esemény részeként felavatták Ivanics Antal szobrát, amelyet Varga Gábor szobrászművész készített. Az inkubátorház részeként egy retro garást is létrehoztak, ahol a veterán gépjárművek mellett régi televíziókat, fényképezőgépeket és játékokat nézhetnek meg a látogatók. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Önök a Tolnatáj Televízió Dombovári magazinját látták. Viszontlátásra!